Bikini Fitness első helyezettje, sport és tanulás, utánpont, sportnap volt Kiskulcsoson. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. szeptember 29-én 18 óra 5 perckor. Puskás Zsuzsannával beszélgettünk egy balatoni versenyről, amelyen kimagasló eredményt ért el. A Skytech Muscle Beach Bikini Fitness kategóriában indult Siófokon, ahol első helyezett lett. Én nem voltam ilyen versenyen még, ez volt az első, és ez sem a saját ugye ötletemből. Próbatételnek érdekes volt, meg mögé látni ennek az egésznek, hogy mi van mögötte egyébként, le a kalap az összes ilyen hölgyel, aki ezzel foglalkozik, mert nem kevés energiát hetszelnek bele, mind az edzésben, mind a táplálkozás, a főzés, előkészület, szervezés, nagyon sok minden van mögötte, tehát tisztelem, becsülöm őket ezért. Nem egyszerű, de megéri. A legnagyobb öröm az egyike, az volt, amikor felhívtam telefonom, mert pont kint nyaralt Horvátországba, és akkor közöltem vele, hogy megnyertem a versenyt, akkor azt mondta, hogy anya, nagyon büszke vagyok rád, hogy tudtam, hogy megcsinálod. Előtte hónapokig Törökszent Miklósra járt edzőterembe. Ott találkozott Urbán Ziával, akinek segítségével készült fel a versenyre. Tőle kapott táplálkozásban, edzésben tanácsokat, és ő javasolta, hogy jelentkezzem próbatételként a versenyre. Én igazából Törökszent Miklósra jártam át egy edzőterembe, és ott találkoztam, kevés hölgy van, aki szereti ezt a testépítést, ott viszont dolgozik egy hölgy, és az ő segítségével készültem fel erre a versenyre. Úgy táplálkozásban, mint az edzésben tanácsokat adott, meg ugye együtt edzettünk, és ő javasolta, hogy jelentkezzek, mint első verseny próbatételnek, kihívásnak, úgyhogy így kerültem oda. Hát a legnehezebb rész egyébként számomra az volt, hogy itt nagyon rámennek a show részre, tehát itt nagyon szépen kell mozogni, kecsesen, ugyanakkor ugye feszíteni kell az izomzatot, akkor is közben mosolyogni, úgy kell végigmenni a színpadon, mint egy őzike, tehát nekem ez volt a legnehezebb része, mindezt egy 12 centis magas sarkúba, és közben azért feszítsek az összes izomszálamra, úgyhogy ez volt szerintem, ami olyan kuriózum, hogy ezt hogy a csodába tudják így megcsinálni, hogy és közben végig mosolyog, tehát van, amikor elvesztettem az önkontrollt, és akkor mutatta az edzőnöm, hogy de mosolyogjál, mert elfelejtetted. És mondtam, hogy de hát most épp arra koncentrálok, hogy mikor, mit feszítsek, úgyhogy igen, szerintem ez a legérdekesebb része, hogy mennyire tudják azokat a pózokat, meg kéztartásokat, hogy közben feszíti is azt az izomzatot, hogy szépen látszódjon. A verseny első perceiben Zsuzsa izgult, de azt látta, hogy sok a fiatal hölgy, azért kezdett itt is aggódni, hogy 38 évesen vajon milyen helyezést fog elérni, de azt is látta, jobb fizikumban van, mint a fiatalok. A verseny diétája egy hónapos volt, amiből két hét nagyon sok megvonással, lemondással járt, de nyilván van az az áldozat, amiért ez megéri. Külön kellett neki is, meg páromnak is azért úgy odafigyelve, bár megeszik azt is, amit én eszek, de nyilván nekik azért ez változatosabb étrend szükséges, viszont annyi tolerancia volt bennük, hogy nem ettek előttem. Vagy pedig a másik véglet, amikor előttem ették azt a kaját, és én nézhettem azt, hogy ők mit esznek, én megettem a kis diétás csirkemellemet, de nem, nincs ezzel gond. Egyébként segítettek végig, mind lelkileg, mind fizikálisan. Tehát volt, hogy átjött velem edzeni, végignézte, hogy mit összeszenvedünk, aztán mondta, hogy őnek is van erre egyébként kedve. Talán a jövőben hát, ha rá tudom venni, hogy többet foglalkozzon ő is ezzel a testépítés résszel. Ebben a versenyben nem a kigyúrt alkat, hanem a nőiesebb formák dominálnak, de fontos, hogy kidolgozott izomzat legyen, magyarázta a bajnok. Egyébként itt azért a nőiesebb formák dominálnak, de ugyanakkor fontos az is, hogy kidolgozott izomzat legyen, szép szálkással legyen, az a vállizom, az a karizom, tehát a konyhás nénikor az nem játszik nyilván, de nem is kell valami szteroidos nagy emberfélének lenni, tehát ez nem az a kategória. Itt olyan kis formás, csinos hölgyek voltak. A verseny után sem engedhette el magát Zsuzsa, bár hazajöttekor kicsit pótolta az elvont kajamennyiség egy részét.
Hát nem kell tartani, de nyilván nem is szabad úgy hívjuk, hogy szétzabálni, mert ha már most egyszer megcsináltuk, akkor már nem olyan sok odafigyeléssel tartható ez a forma. Hát a verseny utáni 3-4 napomról inkább nem beszélnék, tehát párom megkérdezte, hogy már hova fér az a sok kaja, amit be tudok ajánlni, és mondtam, hogy látod, én is szeretek enni, csak képes vagyok megállni az adott pillanatban. Igazából október 4-én készülünk egy másik padisportkupára, ez Budapesten megrendezendő verseny lesz. Ott is indulok édesanyja kategóriába, és akkor megpróbálkozunk egy ilyen kvalifikációval, ahol mindenki együtt indul. Hát már most elkezdtem a versenydiétát, elég nehéz visszaállni. Nyilván ugye már most, amikor tudom, hogy milyen finomakat is lehet kajálni, és így lemondani már nem annyira egyszerű, de eti 3-4-szer edzek, ebből 2 kardioedzésem van. Van egy nagyon jó kis csoportunk itt Karcagon, ahol édesanyák, lányok, anyukák együtt mozognak, ott a hangulat meg a magas pulzus szám az megvan, és akkor heti 3-4-szer átjárok Miklósra, ezzel a lánnyal együtt készülünk tovább. Domján Tündével, a karcagi nagykonreformátus gimnázium diákjával beszélgettünk a sportról és a tanulásról. Tünde gimnazistaként most az eskrimában ér el sikereket. Ez az önvédelmi sport a Fülöp-szigetekről származik. Ez egy extrém önvédelem, ami a Fülöp-szigetekről származik. Nem igazán ismert, ugyanis ez egy ilyen újszerű sport, viszont hála Istennek már a 21. században egyre többen ismerik meg, hála Istennek beérkezett ide Közép-Európába is, szóval egyre elterjedtebb. Ez az egész úgy kezdődött, hogy körülbelül 5-6 éve osztálytársaim elvittek egy ilyen bemutatóra, ami a Birkafűző Fesztiválon volt itt Karcagon, akkor kipróbálhattam magamat, nagyon durván megtetszett, majd ezután elmehettem az első edzésre, ahol még több mindent megtanulhattam, megismerhettem ezt a barátságos kis közeget, amiben vagyunk, és teljesen a szívemben nőttek, így azóta imádom csinálni. Az extrém sporthoz a védőfelszerelés is hozzátartozik. Nyilván vannak veszélyei, használunk egyéb szereket, nyilván nőknek van mellvédő, férfiaknak is vannak egyéb védőfelszerelések, de mindig igyekszünk úgy csinálni a dolgokat, hogy annyira ne fájjon, viszont tudjuk jól, hogy ez egy önvédelem. Kénytelenek vagyunk néha oda csapni a másiknak, hiszen a való életben se fognak minket kímélni, de ezt tudjuk jól, hogy mivel jár, és ezáltal így edzünk mindig. Tünde, amióta sportol, lett önbizalma, ami jó érzést ad számára, egy biztonságérzetet az utcán is, ha este egyedül sétál. A sok edzés meghozta a sikereket is. A bukaresti Európa-bajnokságról aranyéremmel jött haza egyéniben és párosban is. Európa-bajnokságon voltunk kint nyáron Bukarestben. Ez 2 napos volt ez az egész, ugyanis a Covid miatt nem tudtak annyira sokan eljönni. Mindenki nagyon, hát valaki félt a Covid-tól, valaki meg nyilván nem tudott annyira felkészülni, ugyanis nekünk is körülbelül 4 vagy 3 hónapunk volt az egészre felkészülni. De így is kicsit húzósan nekem például mindig reggelente voltak edzéseim a társamnak, Flórának, neki délutánonként, de mellett minden nap 3-szor vagy 4-szer kellett még edzenünk. Nyilván nagyon húzós volt, de mi így elmentünk. Emellett még Romániából és Olaszországban voltak kint emberek, így is ezért voltunk jó páram. Az első nap lementek a versenyszámok, a második nap voltak a gyerekeknek a versenyszámai, és hála Istennek nagyon jó eredményeket érhettünk haza, és új barátokat ismertünk meg kint. Flóra, ő most a karcagi nagykonreformátus általános iskolában 8. osztályos. Őt itt az eszkrima edzésen ismertem meg, nagyon jó barátok lettünk, és ez nagyon jól jött, ugyanis teljesen összehangolódban mozgunk. Így a közös páros formagyakorlatunk során tudtunk egymásra fókuszálni és figyelni, így ott is sikerült elhozni az első helyezést. Emellett egyéni formában is mind a ketten első helyezést tudtunk elérni. A nap kezdetén kezdődtek el először a küzdelmek, fúkontat, majd egyéb belső érintések voltak, ezután jöttek a formák, és szerencsére a mesterem is első helyezést tudott elhozni a saját formagyakorlatában. Emellett Zoli, ő Nyíregyházáról származik, mesterünknek az első tanítványa. Ő a küzdelmek során 2 bronzot, ezüstöt és emellett aranyt is el tudott hozni, még formagyakorlatban is. Tünde számára edzések után a tanulás is könnyebben megy, de a mozgás koordinációnak, az ízületeknek is nagyon jót tesz az eskrima, úgyhogy minden korosztálynak ajánlja.
Újabb versenyekre, így a Karcag kupára is készül. Tünde számára a nemzetközi versenyen elért aranyérem sokat jelent. Jó érzés. Igazából először felfoghatatlan volt, kellett egy kis idő, hogy felfogjam, hogy mi történt, de mégis nagyon jó érzésre visszagondolni, hogy miken mentünk keresztül, és hogy végül milyen eredményt tudtunk hazahozni. És a szervezés az, nyilván nem volt annyira toppon kint Romániában. 11:30-kor volt az eredményhirdetés egy este. Így anyukám már nagyon izgult, értem, hogy mi van, mert addig nem tudtam felhívni, mert teljesen nem örült a telefonom. De mikor ha visszajöttünk a szállásra, felhívtam, és igen, ő is nagyon örült. Az eskrima mellett kosarazik, régebben úszott is. Emellett még kosarazok körülbelül 10 éve, először ugye egyesületbe kezdtem, most pedig már itt a giminek a csapatában kosarazom. Régebben úsztam, viszont volt egy térdsérülésem, ami miatt már nem tudom ezt folytatni. Emellett azt is azért hagytam abba, mert így sokkal több időt tudok fordítani a tanulmányaimra. Érettségi után vegyészmérnöknek szeretne tanulni. Az írókkal párhuzamosan a nagykunsági kézműves tábor tagjai is alkottak Berekfürdőben. Berekfürdőben tartották a Körmendi Lajos írótábort. A résztvevők megkoszorúzták Körmendi Lajos író és Hajdú Lajos korábbi polgármester sírját a Bod László művelődési házban. Kolozsvári Donkó Rebeka meseképeiből nyílt kiállítás. Úgy nagyjából 20 éve járok Berekfürdőre, és ez alatt én úgy megszerettem ezt a községet, de azt hiszem a község polgára is megszerettek bennünket, írókat, és megszoktak most már lassan annyira, hogy szinte rokonnak tekintenek bennünket. Tehát ez egy nagyon kedves hely a számunkra. Itt ugye olyan társaság gyűl össze évente, szeptember elején, akik már régóta ismerik egymást. Sőt, van, akikkel évtizedek óta jó barátságban vagyunk. És hát természetesen elsősorban az első napon Körmendi Lajosról emlékezünk meg, kimegyünk a temetőbe, egy szál virággal tisztelgünk a sírja előtt, és most már sajnos a község egykori polgármestere és orvosa, Hajdú Lajos is a közelében fekszik, a közelében nyugszik. Őróla is megemlékezünk természetesen, most legutóbb is így volt. Berekfürdő egyfajta otthon a számunkra, egyfajta pihenőhely, ahová nagyon szívesen jövünk, ahol egymással és a környező falvak lakosságával találkoztunk, különösen az elmúlt alkalmakkor, amikor ugye kiruccantunk vidékre, és iskolákba is eljutottunk, és kirándulásokat tettünk, közös kirándulásokat ezen a tájon. A hét során a gyerekeknek a Körömvirág együttes is játszott, a felnőtteket pedig Berec András mesemondó estjére várták. A Körömvirág együttes mindössze néhány éve állt össze, de olyan hangulatot tudnak teremteni, különösen az iskolás gyerekek körébe. A gyerekek, akik félve jöttek, idegenkedtek, nem nagyon lelték a helyüket kezdetben, azonnal ráhangolódtak és lélekben válaszoltak, velük együtt énekeltek, tapsoltak, sőt, külön produkcióra is nyílt alkalom, mert az együttes egyik szólistája, Bea, kézen fogta őket és körbehordta a termen, többször is megvonatoztatta a kis társaságot, és ezzel nagyon jó hangulatot keltett. És hát olyan dalokat, klasszikusokat és gyerekdalokat, megzenésített verseket hallhattak a kicsik, amelyek azt hiszem a lelkük közös épülésére szolgált, de mi felnőttek is nagyon élveztük. Az írókkal párhuzamosan a nagykunsági kézműves tábor tagjai is alkottak, virágládákat készítettek a falu köztereire. Sportnapot tartottak Kiskulcsoson. A délelőttön részt vett Szepesi Tibor polgármester is. Az elmúlt másfél év mindannyiunk életében egy rendkívül mozgás, szegény időszak volt. Szeptember 1-én becsengettek, megkezdődött a jelenléti oktatás az iskolákban. Ismét mozoghatnak a diákok a testnevelés órákon, és újra megtapasztalhatják a közösségi sportolás örömét. Ma van az Európai Diáksport napja. Tavaly a pandémia ellenére 38 országban 2 millió diák vett részt az Európai Diáksport napján. Idén ez a szám csak magasabb lehet. Városunk is csatlakozott a programhoz. A mai napomat a Kiskulcsosi iskolában kezdtem, ahol részese lehettem egy közösségi örömsportolásnak, áll Szepesi Tibor tájékoztatójában.
Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat. Viszontlátásra!